a városnak ez a része alapvetően a sportról, rekreációról, mozgásról szól. Amikor 2014-ben elkészült ez a stadion, sőt, amikor 2011-ben megálmodtuk azt, hogy milyen legyen az új nagyerdei stadion, akkor szerettük volna azt elérni, hogy ne csak a futballról szóljon a stadion léte, hanem sok minden más kapcsolódjon hozzá, és így született meg a futókörnek az ötlete, a jégpálya ötlete, amit az északi rendezvénytéren van elhelyezve rendszerint telenként, és hát maga a létesítmény is azért sok más funkciónak lehetőséget ad. És az elmúlt bő hét esztendő egyértelművé tette a számunkra, hogy a futókör az egyik legjobb kiegészítő eseménye, vagy fejlesztése, létesítménye volt a stadionnak. De hát az elmúlt hét esztendő az azt is mutatta, hogy megérett a felújításra. Ugye most már látjuk a pálya burkolatát, a pálya felületét. El kell készíteni, egy picit meg kell frissíteni a futókört. Ez több mint 1100 méter hosszú futópálya stadion körül, elemelkedve egy picit a talajtól. Tehát ugye érdekes, nem egy unalmas futókör, hiszen van benne felfelé, lefelé ívelő szakasz, és ez egy kicsit izgalmasabbá, élvezetesebbé teszi ennek a használatát. Ebben az évben erre is szerettünk volna figyelmet fordítani, tehát a futópályát október közepéig, második felére szeretnénk teljes egészében felújítani. A felújítás azt jelenti majd, hogy lokálisan a sérült részeket kivágják, azokat visszatöltik felújított gumiburkolattal, az kap majd egy új alapozóanyagot még pluszban, és egy lakréteget, amivel egy picit vastagabb is lesz a futófelület, futópálya vastagsága, és hát remélem, hogy október második felétől akkor újra használatba tudják venni majd a futók. Nem lesz teljes egészében egyszerre lezárva a pálya, hanem lokálisan, tehát mindig az a szakasz lesz lezárva, amelyet felújítani fogunk, arra kérjük majd a futókat, a sportolókat, hogy erre igyekezzenek figyelni, és ne használják az éppen felújítás alatt álló felületeket. A futópálya felújításának költsége 44 millió forint lesz, pályázati úton nyerte el a kivitelező cég. Amint látják, most kezdődnek majd a munkálatok, és október második felére reményeink szerint be is fejeződnek. Ha Debrecenbe bárki futni szeretne, annak az első számú célpontja és az útvonal ez a nagyerdei futókör itt a stadion mellett. Debrecenben több futópálya is van, de ez az az egy, amely télen, nyáron, éjjel, nappal, bármikor, bármilyen módon használható. Ez azért is különleges, ugyanis itt a nagy erdő szívében tud az ember futni a stadion mellett, fákkal körülvett helyszínen, nem egy bezárt épületben, nem egy atlétikai pálya körül, hanem tényleg itt a természetben teheti meg ezt. És nyilván az, hogy sikeres-e, az egyértelmű, hiszen azért kell a felújítás, mert elhasználódott, elkopott, elkopni pedig csak akkor tud, hogyha az emberek használják is. Megmondom őszintén, ha kijövök ide a nagy erdőre, legyen az mondjuk reggel 7 óra körül, vagy este egy színházi próba után 10:30-kor, vagy déli időben, bármikor, ha itt eljövök a stadion körül, mindig látok olyan embert, aki fut ezen a futópályán. Én is néha azért csodálkozom rajta, hogy kicsit esős időben, vagy hidegben, amikor az ember szívesebben ül otthon, mindig vannak olyan emberek és olyan futók, akik használják és sportolnak rövid nadrágba, sportcipőbe, és róják itt a köröket, úgyhogy megérett ez a pálya felújításra. Én azt gondolom, hogy ezt egész Debrecen használja, és nem csak a debreceniek, hanem azok, akik ide látogatnak, ide eljönnek egy kicsit nyaralni, pihenni, vagy sportolni szeretnének, azok mind első számú célpontként ide jönnek futni a nagyerdei pályára. Úgyhogy reméljük, hogy minél hamarabb készen lesz, és minél hamarabb újra teljes részében birtokba vehetik majd a debreceniek és a futni vágyók ezt a felújított futószakaszt.